Az ötödik fordulóban sem tévesztett lépést a Nyíregyháza Spartakusz, a listavezető Tiszaújvárosban lépett pályára, és magabiztosan gyűjtötte be a három pontot. Az első félidő végén Kostić 11-esből juttatta vezetéshez a vendégeket, majd rögtön a fordulás után ugyanő duplázta meg a nyíregyházi előnyt. Az 56. percben Pölöskei fejjel talált a hazai kapuba, a 4-0-ás végeredményt pedig Kostić állította be a 90. percben. Ez egy olyan meccs volt, ahol mondhatom azt kis túlzással, hogy fél gőzzel nyert a csapat. Minden mérkőzésen meg kell szenvedni az első gólig, utána pedig a csapat pillanatnyi állapotától függ, hogy mennyi a vége. Annak ellenére egy jó meccs volt, nagyon sok nyíregyházi szurkolóval kitűnő körülmények között, tehát egy igazi majális volt, és a csapat simán hozta a kötelezőt. Öt fordulót követően a Nyíregyháza Spartakusz 15 ponttal áll az NB3 keleti csoportjának élén, megelőzve a szintén 100%-os Kazincbarcikát és az egy meccsel kevesebbet játszó, de még hibátlan Cigándot. Nagyjából most rajzolódnak az erőviszonyok, látni azt, hogy a Cigánd, a Kazincbarcika, a Cegléd az a boly, amelyik ott van mögöttünk vagy körülöttünk. Ezek majd szépen le fognak tisztázódni, azt szeretnénk, hogy a őszi szezon végére pontokba is megmutatkozzon az előnyünk. A másik megyebeli csapat, a Nyírbátor 7-0-ás vereséget szenvedett Jászberényben, és mint utóbb kiderült, ez a találkozó volt Kovács János búcsúmeccse a bátori kispadon. Az edző és a klub közös megegyezéssel szerződést bontott, ideiglenesen Tóth Tibor irányítja a szakmai munkát. Szombaton a Spari a Ceglédet, a Nyírbátor pedig a Tiszaújvárost fogadja.